Azt hiszem, hogy Miskolcváros most egy nagyot-nagyot törleszt a jazzrajongó, Dixieland rajongó közönségének, illetve a Dixieland és jazz zenészek felé, hiszen azzal, hogy most ismét megindul ez a fesztivál, már most évek óta, nem is tudom, én nem is tudtam, hogy működött ez még, én már inkább azt hittem, hogy ez az egész fesztivál le is állt, meg is múlt. Hiszen manapság, amikor a fesztiválok országa vagyunk, hiszen a fesztivál fesztivált ér Budapesten és Zemplénben, és hát mindenhol az egész országban, egy ekkora város, aminek ilyen hatalmas múltú fesztiválja van, és egy kicsit itt főhajtással gondolok a tanár úrra, Bergó Sándorra, aki alapította ezt a Diósgyőri Dixieland Fesztivált.